Egy utasszállító repülőgép száll magasan a felhők felett. A személyzet profi, az utasok nyugodtak, semmi sem utal arra, hogy perceken belül tragédia következik be. Ám mégis megtörténik. A gép hirtelen megremeg, és a rémült utasok sikoltozásától kísérve zuhanni kezd. A becsapódás után minden zaj elül. Síricsen telepedik a környékre. Hogy mi történt, senki sem tudja. Későbbi vizsgálatok sem találtak magyarázatot arra, miért következett be a tragédia, mely tucatnyi ember életébe került. A mai epizódban három ilyen rémisztő esetet hoztam el nektek. Üdv mindenkinek, Jimmy Cooper vagyok, és ez a világ legbutálabb 148. epizódja a világ első halálos kimenetelű légi közlekedési balesetére 1785. június 15-én került sor, amikor egy rozié léggömb lezuhant a francia országi pas de Kelénél az áldozatok maga a léggömb feltalálója Jean-François Pilatre de Rozier, francia fizika és kémia tanár és annak barátja Pierre Roma voltak. A két férfit akkor érte a halálos baleset, amikor megpróbálták átrepülni a Lamancs csatornák. Az első motoros repülőgépet ért baleset 1908. szeptember 7-én történt a virginiai Fort Myerben. Ekkor a Wright Model A típusú gép feltalálója zuhant le találmányával, Orville Wright, aki szerencsésen túlélte, azonban utastársa Thomas Selfridge elhunyt a katasztrófában. Az emberek egy nagy része úgy gondolja, a repülővel való utazás eredendően sokkal nagyobb veszélyekkel jár, mint egy autóvezetése vagy akár a száraz földi tömegközlekedés. En ennek ellenére az USA közlekedési minisztériumának 2016-os adatai szerint abban az évben több mint 37 ezer ember halt meg autóbalesetben, ez a szám nem tartalmazza azt a több százezer embert, akik súlyosan megsérültek autó, teherautó vagy motorbalesetekben. Ezzel szemben ugyanazon évben repülőgép-baleset világszinten 102 történt, és ezen katasztrófákban összesen 629-en haltak meg. Ebből fakad, hogy a szimpla autóvezetés százszorta több veszélyt rejteget, mint a repülés. Például a Nemzeti Biztonsági Tanács 2008-ban kiszámította, hogy egy gépjármű baleset bekövetkeztének az esélye 1 a 98-hoz, míg egy repülőgép baleseté 1 a 7178-hoz. Akkor az emberek nagy többsége mégis miért rettek sokkal jobban a repüléstől? Ennek David Ropik a Harvard kockázatkezelési oktatója szerint több magyarázata van. Hiába a rengeteg figyelmetlen sofőr, ebből fakadóan a rengeteg baleset, a vezetés mégis személyes irányítást biztosít, ezáltal nagyobb biztonságérzetet is ad. Ráadásul a repülőgép katasztrófák sokkal több embert ölnek meg egyszerre, ami sokkal nagyobb figyelmet vonz, és hamarabb bekerülnek a hírekbe. Autóbalesetek pedig nap mint nap előfordulnak, és az emberek sokkal természetesebbnek veszik, mint egy gép lezuhanását. Abban tehát kiegyezhetünk, a repülés sokkal biztonságosabb, mint az autóvezetés, azonban a mai epizódban nem ezt a statisztikát fogjuk erősíteni három szörnyű baleset, mely százak életébe került. A legrémisztőbb az, hogy a gépek lezuhanására semmiféle magyarázatot nem sikerült találni, az esetek között egy hírhet magyar ügy is szerepelni fog. Mi lehetett az az izzóvörös, szuperszónikus sebességgel mozgó tárgy, mely lesöpörte az ír Erlingus 712-es járatát az égről? mi történhetett a Kaliforniából felszálló benem 7-es luxusképpel és utasaival. Aljas politikai játszma okozhatta a Malév 240-es járatának szörnyű tragédiáját. Felszállásra felkészülni, repüljünk együtt egy sötét és hátborzongató világba, ahol három olyan repülőgép balesetet ismerhetünk meg, melyekre nincs magyarázat. Gyönyörű és napsütéses idő volt, amikor 1968. március 24-én vasárnap délelőtt 10 óra 52 perckor az Air Lingus 712-es járata a turbó légcsavaros Echo India Alpha Oscar Mike Lajstrom jelű Viscount utasszállító repülőgép felszállt az Írországi korból és a londoni Heathrow repülőtérre indult. Az 1 óra 20 perces út szinte semminek tűnt, a négytagú személyzet és az 57 utas kimondottan jókedvű volt a gép fedélzetén. Pláne, hogy a gépet a légitársaság leggyakorlottabb pilótája, a 35 éves Bernard Oberny vezette, aki már több mint 6600 órát töltött a levegőben. A másodpilóta Paul Heffernan 900 órát repült addigi élete során. A felhőtlen idő ellenére a felszállás után körülbelül 50 perccel azonban a 712-es járat csupán egy darabjaira hullott roncs volt, az utasok és a személyzet holtestei pedig élettelenül lebegtek a tengerhullámain. A legrímisztő baz ma sem tudja senki, pontosan mi is történt. Oberni kapitány többször is nyugodtan bejelentkezett a rádión, azonban 11 óra 24 perc körül, amikor már a londoni repülés zónájába ért, hirtelen félbeszakítván egy másik gép adását ezt közölte Londonnal. Echo India Alpha Oscar Mike adásban. A férfi hangja a légi irányítók szerint nyugodt volt, ám alig 8 másodperccel később már a másodpilóta Paul Heffernan jelentkezett be, és hisztérikus hangon ezt ordította. ezer láb, gyors dugóhúzóba pörgünk lefelé! A háttérből sikolyok, ordítozások hallatszottak. Ez volt az utolsó bejelentkezés. Többé nem sikerült kapcsolatba lépni az Erlingus 712-essel később több szemtanú is jelentkezett. A Szent György csatornán haladó Metrik nevezetű teherhajó matrózai azt állították, 11 óra 25 perc körül ők látták a gépet a tengerbe csapódni, az egész pillanatok alatt zajlott le, nem messze a taszkári világító toronytól. Állításuk szerint a gépet egy vörösen izzó, hihetetlenül gyors mozgású, tüzes gömb taszította a tengerbe, később ezen beszámolók egy bizarr elmélet kialakulásához vezettek különös módon aznap a helyszín nyilvánvaló bemérése után, miszerint a gép a Wexford megyei Taskár sziklánál zuhant a tengerbe, a keresőgépek nem találtak semmit. Az újbóli hajós, illetve repülőgépes keresés másnap hozott eredményt, a gép roncsait a Taszkár sziklától 11 kilométerre találták meg, az elkövetkezendő napokban pedig 14 holtest került elő, a többi 47 személy testére sosem bukkantak, azonban sajnos egyértelmű volt, hogy biztosan nem maradtak életben, holtestüket örökre elnyelte a háborgó tenger. Azonnal a vizsgálat indult, vajon mi történhetett a géppel. Az egyértelmű volt, hogy a baleset hirtelen, alig néhány másodperc vagy perc alatt következett be, erre utalt, hogy a pilóták egészen 11 óra 25 percig igen hikkattan jelentkeztek be a repülés irányításnál. A másodpilóta Paul Heffernan hisztérikus hangja pedig valami óriási szörnyűségre utalhatott, illetve a háttérben az utasok sikoltozása is. A gép akkor már biztosan zuhant a tenger felé felmerült, hogy talán madár baleset történhetett. 54 évvel ezelőtt az írtelek sokkal keményebbek voltak, és 68 első hónapjaiban Írországban ismétlődő havazás volt. 68-ban Írország több ezer hattyúnak adott otthont, akik tavasszal Izland, illetve Oroszország felé vették az irányt. Ezen évben márciusban érkezett a tavasz, és a hattyúk hatalmas rajokban hagyták el Írországot. Emiatt gyanakodtak egyesek arra, hogy talán egy hattyúraj csapódhatott a gép farok részébe, tönkretették azt, így a gép irányíthatatlanná vált, és megtörtént a katasztrófa. A vizsgálat azonban nem siklott el a Metrik matrózainak állítása fölött, miszerint a gépet egy vörösen izzó gömb taszította a hullámsírba. Vajon mi lehet ez a rejtélyes gömb? Egyesek szerint nem más, mint egy brit rakéta. Ugyanis az Air Lingus 712 repülési útvonalán helyezkedett el a Royal Air Force Eberport állomás. Akkoriban ez a létesítmény volt az Egyesült Királyság vezető rakéta kísérleti állomása, és gyakran előfordult, hogy kísérleti jelleggel rakétákat lőttek ki az írtenger fölé. Vajon egy borzalmas emberi hiba következménye lehetett a baleset, amikor kísérleti célból az útvonalat rosszul számolva lőtték ki a rakétát, és az pont a védlen utasszállítóba csapódott. A brit védelmi minisztérium minden hasonló teóriát azonnal cáfolt, és azt állították, aznap nem végeztek kísérleti rakétakilövéseket. Felmerült, miszerint a hadgyakorlatokat gyakorlatokat végző HMS Penelope brit hadihajó egy rakétája lőhette ki véletlenül a gépet, ám a brit minisztérium ezt is tagadta, azonban különös módon az HMS Penelope hajónaplóját nem tudták bemutatni, ugyanis állításuk szerint a könyvecske eltűnt. Szintén gyanúra ad hogy a gép szárnyai, motorjai, szerelvényének nagy része eltorzult állapotban kerültek elő, viszont a farokrészt részt sohasem találták meg. Egyesek azt állították, talán a brit hadsereg szállította el gyorsan a baleset után, mert a farok részből kiderülhetett volna, mi csapódott valójában a repülőgépbe bizonyos elméletek azt sem tartották kizártnak, hogy a gép egy brit sugárhajtású katonai géppel ütközhetett, ezt látták a matrózok izzó gömbnek, ám a brit légierő kijelentette, egyetlen gépük sem tartózkodott a baleset idején a kérdéses helyen. A vizsgálatot 1970-ben minden konkrétum nélkül lezárták, azonban 2000-ben egy újabb többenetes fejlemény kavarta meg az Oscar Mike rejtéjét. Egy új tanulmány az Erlingus 712 karbantartás Nyilvántartásában súlyos hiányosságokat tárt fel. Ezen vizsgálat szerint a gép egy szerkezeti hiba miatt kezdett el hirtelen pörögve lefelé zuhanni. Szelin Odenahu, az egyik áldozat hozzátartozója, aki maga is rengeteget kutatott az ügyben, a légitársaságot tartja felelősnek a 61 ember haláláért. Sok mindent eltitkoltak előlünk a baleset után, nyilatkozta egyszer. A 2000-es vizsgálat szerint a gép bal féksíkja már sérült volt felszálláskor, ez pedig további problémákat idézett elő a gép szerkezetében, tehát egyértelműen tervezői, mérnöki hiba volt. A tanulmány szerint az is furcsa, hogy a gép megtalált darabjait mindenféle vizsgálat nélkül semmisítették meg. A baleset után egyébként az Erlingus eladta 12 Viscount típusú gépét, és korszerűbb Boeing gépekre cserélte azokat. Talán tudták, hogy a Viscountok nem biztonságosak? Vajon egy rakéta? Egy madárraj? Szuperszónikus repülő? Szerkezeti hiba. A választ talán már sosem tudjuk meg. Legfőképpen azért nem, mert ezen balesetben volt egy ember vagy emberek csoportja, akiknek többet ért kimosdatniuk magukat a felelősség alól, mint 61 ember élete. A hat éves Ken Fortunberry élete örökre megváltozott, amikor 1957. november 8-án késő este a Santa clara otthonában megcsörrent a telefon. A készüléket édesanyja vette fel. A hívó fél a Pan American World Airways légitársaság egyik alkalmazottja volt, aki megrendült hangon közölte a rémült nővel, hogy nyoma veszett annak a repülőgépnek, amelyen férje William Fortunberry másodtiszt pilóta navigátorként látta el feladatait. A géppel együtt eltűnt a férje, rajta kívül pedig a személyzet további hét tagja, illetve a 36 utas is. Ken Fortonberryre óriási hatással volt ez az éjszaka. Életét arra tette fel, hogy kiderítse, mi történt édesapjával és a többi 43 emberrel, akik egy szörnyű napon jelenleg megmagyarázhatatlan okokból kifolyólag egy tragikus katasztrófát szenvedtek a csendes óceán fölött. 1957. november 8-án egy pénteki napon a Pan American World Airways gépe a Boeing 377 Stratocruiser típusú N9944-es számú hetes es járata délelőtt 11 óra 30 perckor a levegőbe emelkedett a San Franciscói nemzetközi repülőtérről és Hawaii Honolulu felé vette az irányt. A Penem 7 egy luxus jármű volt, és igencsak tehetős emberek vehették igénybe a légitársaság ezen irányú szolgáltatásait. Ez nem is meglepő, hiszen a Pan American World Airways volt az első olyan légitársaság, mely úgynevezett világméretű járatokat szervezett, és olyan tájakra is indultak repülőig, ahová korábban még egy társasággal sem lehetett eljutni. A Penem 7 személyzete is igen tapasztalt volt. A 40 éves Gordon H. Brown kapitány már 11.314 órát repül, az első tiszt William P. Wigan 7.355 órát, a már említett William Fortenberry tisztnek pedig 2.683 repülési órája volt. A kapitány 15 éve dolgozott a cégnél. A repülés teljesen problémamentes volt. A kapitány többször rutinszerűen bejelentkezett, a férfi 17 óra 4 perckor Hawaii-tól mintegy 1028 mérföldre keletre helyzetjelentést tett, és megígérte a központnak, hogy 18 órakor újra jelentkezik. Ám erre már nem került sor. Brown kapitány nem jelentkezett be, és különös módon a központban a gép jelét sem találták a radaron. Olyvá tűnt, mintha a gép repülés közben köddé vált volna. Az irányítók ekkor kezdtek pánikba esni mivel a kapitány és a személyzet többé nem reagált semmire, még aznap este megindult a keresés a Penem 7 után. A Penem hetes járat utáni kutatás az egyik legnagyobb tömeges vízi keresés volt Amelia Earhart pilóta nő 1937-es eltűnése óta. Mozgósítva lett a parti őrség, az amerikai haditengerészet, valamint repülőgépek, hajók, tengeralattjárók a Penem 7 utolsó ismert pozíciójának teljes útvonalát végigkutatták, mint egy 150 ezer négyzetkilométert. A keresés végül sikerrel járt, ám sajnos nem hozott pozitív eredményt. Körülbelül ezer mérföldre Honolulútól megtalálták a gép roncsait a csendes óceán habjai között, illetve 19 vízen holttestet a személyzet és az utasok közül. Az első furcsaság az volt, hogy a gép 90 mérfölddel arébsüljett el a tervezett repülési útvonaltól, holott Brown kapitány egy szóval sem említette, hogy letérni tervez a hivatalos útvonalról. Szintén nagyon bizarr volt a 19 megtalált holtest állapota, a többi 25 ember soha sem került elő. A holtestek némelyikén mentőmellény volt, illetve mindnek hiányzott a cipője. Ez arra utalt, közvetlenül a gép lezuhanása előtt valamiféle figyelmeztetést kaphattak. Azonban a kapitány 17 óra 4 perckor utolsó bejelentkezésekor teljesen nyugodt volt, illetve semmiféle vészjelzést sem küldött a központnak. Ez később nem vált biztossá, ugyanis három különböző pilóta jelezte, hogy nagyon halvány rádiós vészjelzéseket fogtak a térségből, összesen 10 ilyen vészadást hallottak 17 és 18 óra között, ám nem volt érthető, mindössze két darab szó volt felismerhető, ezek a négy négy szavak voltak. Talán a Penem 7 N90944 Lajstrom számának utolsó betűire utaltak. Azt azonban nem sikerült megállapítani, hogy ezen segélyhívásoknak volt-e közük a Penem 7-hez, vagy esetleg a szárazföldről, vagy egy hajóról származhattak. A 19 holtestből több testen súlyos töréseket rögzítettek, tehát a gép valószínűleg nagy erővel csapódhatott az óceánba. A gép törmelékeinek egyes részein égési jelek mutatkoztak, de ezek a vízvonal felett voltak, tehát a vizsgálatok szerint a tűz a baleset után következhetett be. Sajnos a repülő egyik fő alkatrészét sem sikerült felszínre emelni, így ezt a teóriát nem sikerült százszázalékosan bizonyítani. Szintén döbbenetes fejlemény volt, amikor a boncolás során a 19 holtestből 14-ben igen magas szénmonoxid koncentrációt mutattak ki a vizsgálatok. Ezen tényt a vizsgálatokat végzők az egyik legfontosabb kulcsnak gondolták a rejtében. Az egyik elmélet az volt, hogy az egyik motor meghibásodása miatt gázszivároghatott az utastérbe, és az utasok ezért sorra elájultak. A kapitány kényszerleszállást tervezett végrehajtani, erre utal némely utason a mentő mellény és a hiányzó cipő, azonban a mérgező gázkoncentrációt belélegezte a kapitány is, rosszul lett, ezért a gép lezuhant, majd becsapódás után kigyulladt. A gépen egyébként több veszélyes anyagot, többek között nátrium szulfidot is szállítottak. Egyes elméletek szerint ennek a csomagoló anyaga a csomagtérben használt acetát fólia szénmonoxidot szabadított fel, miután nagy hőnek lett kitéve. A rendőrség természetesen megvizsgált minden esetleges gyanús körülményt vagy tevékenységet, amely közvetlenül a repülés előtt zajlott. Hamar kiderült, hogy az utasok között tartózkodott a haditengerészet korábbi víz alatti roppantási szakértője William Harrison Payne is, aki közvetlenül a gépre szállása előtt három biztosítási kötvényt vásárolt, ezek közül az egyik olyan kötvény volt, mely véletlen haláleset esetén duplán fizet. Gyanúra adott okot, hogy Payne-nek rengeteg adóssága volt, havaira csak egy egyirányú jegyet vásárolt, vissza nem, illetve a holttestét sem találták meg. Lehetséges, hogy az egész egy biztosítási csalás volt, és Payne idézte elő a katasztrófát meg nem határozott okokból. Természetesen ez csak feltételezés volt, sosem sikerült kideríteni, mi történt a Penem héttel, így Payne esetleges szerepe a balesetben csak egy puszta fikció, semmi egyéb. Az idők során felmerült egy esetleges meteorral, sőt, földön kívüli járművel való ütközés, azonban végleges választ sosem sikerült adni. Több éves vizsgálat után a Polgári Légi közlekedési Tanács a következő jelentést adta ki. A testületnek jelenleg nincs elegendő információja arra nézve, miért tűnt el, majd zuhant le a hetes járat. Nincs kézzelfogható bizonyítékunk a baleset okának megállapítására. Vajon miért ért le Brown kapitány a hivatalos útvonalról? Mi lehet a magyarázat a holtestek furcsa állapotára, illetve szervezetük magas szémonoxid szintjére? Véletlen baleset vagy biztosítási csalás? Ezek azok a kérdések, melyekre nincs válasz, és ezáltal a Penem 7-es járatának tragédiáját a légitörténelem egyik legnagyobb rejtélyévé teszik. azt hiszem nincs magyar ember, aki ne ismerné az 1946-ban alakult, majd 2012-ben csőd miatt megszűnő Malévot, Magyarország híres nemzeti légitársaságát. Alig akad olyan ember, akit ne kapnának el nosztalgikus érzések, midőn meghallja a Presser Gábor által 1988-ban készített kultikussá vált Malév szignált. Azt talán már kevesebben tudják, hogy a légitársaság egyik járatához köthető egy elképesztően bizarr rejtély, mely titok a napjainkban is megoldatlan, és úgy tűnik bizonyos köröknek egyáltalán nem is állt érdekében, hogy ez a rejtély megoldása napvilágra kerüljön. A Malév 240-es járata a HALCI jelű TU-154-es sugárhajtású utasszállító repülőgépe Beirutba indulva 1975. szeptember 30-án néhány órával a Budapest Ferihegyi repülőtérről való felszállása után hajnali kettőkor titokzatos körülmények között a földközi tengerbe zuhant. A fedélzeten tartózkodó 10 fős személyzet, illetve az 50 fő utas Mind szörnyet haltak a tragédiában. A leghátborzongatóbb az, hogy a légikatasztrófa oka napjainkban is hivatalosan ismeretlen. Maga a repülés teljesen eseménytelen volt, azonban több furcsaság is utalt arra, hogy talán valami nem stimmel a gép indulása körül. Például a 240-es járat a menetrend szerinti délutáni indulás helyett késő este szállt fel, és közvetlenül a lezuhanása előtt a Beiruti repülőtér irányítói egy plusz kör megtételére kérték a gép pilótáit leszállás előtt. Ezen pluszkör megtétele közben tűnt el a gép a radarról, majd találta meg a roncsokat egy brit vadászgép. Ráadásul több tanú is elmondta, a járatra néhány nappal a felszállás előtt már nem lehetett jegyet váltani, így a száz férőhelyes gépen mindössze ötvenen utaztak. Azt fontos leszögezni, hogy a Malév 240-es járata egy tűzfészekbe tartott. Akkoriban Libanonban polgárháború zajlott, ezen véres csatározásokba Izrael és Szíria is becsatlakozott, emiatt a legtöbb európai légitársaság már lemondta a Beirutba induló járatait, a Malév azonban nem, rendszeresen indult a gépeik Beirutba. Vajon miért kockáztatták a személyzet és az utasok épségét egy háborús térségbe való rendszeres járatindítással? Nos, akkoriban nyílt volt, hogy a malév gépek feltehetően szovjet megrendelésre rendszeresen fegyvert szállítottak Libanonba. Később a légitársaság egykori főpilótája elismerte, számos ilyen fegyvercsempészési ügyre került sor, a malév gépeket a reptér egy elhagyatott részére terelték, miután az utasok leszálltak, majd megtörtént a kirakodás. Elmondása szerint a személyzet és az utasok tudtán kívül zajlottak ezek a fegyvercsempészések, egyedül a járatok kapitányai voltak beavatva, de előfordult, hogy még ők sem. De vajon mi történhetett a 240-es járattal? Miért zuhant le, és miért kellett 60 ártatlan embernek meghalnia? Nos, a szemtanúk beszámolói, akik egy becsapódó tűzgömbről beszéltek, alapján sokan arra következtetnek, hogy a Malév 240-es járatát egy váról indítható rakétával ismeretlen tettes lőtte le hogy miért arra nincs hivatalos magyarázat. Abban a szakértők viszont biztosak, hogy az adhatta ki a parancsot a lelövésre, aki elrendelte a 240-es járat pluszkörét, hiszen a kivilágított lassan mozgó, nagykört tevő repülőgép kiváló célpontot nyújtott. Egyesek szerint egyértelmű, hogy a fegyverszállítmány miatt semmisítették meg a Libanonban harcoló csapatok a gépet, azonban a gép utaslistája is igen figyelemreméltó volt. A 60 emberből 11-en voltak magyarok, a 10 tagból álló személyzet, illetve egyetlen utas, azonban a gépen tartózkodott még két finn diplomata, illetve több szaudi, egyiptomi és libanoni állampolgár is, akik közül legalább 20 fegyveres kiképzést kaptak Magyarországon. Szintén különös, hogy hivatalosan ezen a gépen utazott volna Beirutba Khaled Fahum, Yasser Arafat közvetlen munkatársa, fontos palesztin vezető. Azonban Fahum autóval hagyta el aznap Magyarországot, ám rejtélyes módon az ő küldöttségének neve annak ellenére is szerepelt az utaslistán, hogy Fahum jelezte, végül nem száll fel a gépre. A 240-es járat vizsgálata egyenrangú volt egy bohózattal. Készült néhány semmitmondó mondó jegyzőkönyv, az összeégett áldozatokat nem is Azonosították, a hivatalos jelentés szerint pedig a gép lezuhanása tisztázatlan körülmények között zajlott le. A repülőgép roncsait napjainkban sem hozták felszínre, egyértelműen azért, mert akkor következtetni lehetne arra, vajon milyen típusú rakétával lőtték le a 240-es járatot. A katasztrófa után megtalált muzulmán áldozatokat 24 órán belül eltemették, azonban a nem muzulmán áldozatok sírhelye a mai napig ismeretlen a hozzátartozók előtt egy emlékhelylet felavatva Budapesten a Farkasréti temetőben. 2009-ben az áldozatok hozzátartozói mindössze 4 millió forintot kaptak áldozatonként a magyar kormánytól, és a kormányokat a mai napig sem érdekli a géproncsainak kiemelése, pedig ez a művelet után végrehajtható lenne a műszaki vizsgálat. Azonban úgy tűnik, egy komoly, korrekt vizsgálat sok mindenkinek nem érdeke. A magyar hatóságok egyáltalán nem szorgalmazták a tisztességes vizsgálatot, sőt, állítólag a katasztrófa után a nyomozni kívánó titkos szolgálatot is leállították, ráadásul még a rendszerváltás után is titkosították a balesetről készült jelentéseket, beszámolókat. És mint tudjuk, azok az emberek, akik nem akarják, hogy az igazságra fény derüljön, azok az emberek rejtegetnek valamit a Malév 240-es járatának a tragédiája a történelem egyik leghírhettebb, nyilvános vizsgálat nélküli polgári légikatasztrófája. Három gép, 165 ember és szörnyű titkok, politikai játszmák, bizarr rejtélyek. Bár az ilyen tragédiák önmagukban is borzasztóak, azt hiszem a legfélelmetesebb az, hogy az illúziókban élő emberek nagy része olyan emberekre szavaz, olyan embereket juttatnak pozícióba vagy be a parlamentekbe, akiknek egyébként a választópolgárok élete egy fabatkát sem ér. Ezen emberek szemében a polgárok nem egyebek, mint bábuk, akik bármikor eltüntethetőek, félreállíthatóak, ha az üzleti vagy politikai érdek úgy kívánja. Azt hiszem, erre kiváló példaként szolgálnak az imént bemutatott hátborzongató esetek. Nektek mi a véleményetek a videóban bemutatott rejtélyes katasztrófákról? Elméleteiteket, gondolataitokat szívesen várom komment formájában itt a videó alatt. Köszönöm szépen, hogy ismét velem tartottatok. Ha érdekesnek találod a munkásságomat, kérlek iratkozz fel ide és a GV Cooper History csatornámra, illetve kövessd be a GV Cooper Facebook oldalt. Ha van kedved, csatlakozz a csatornatagság funkcióhoz, ahol a novelláiból készített videóimat nézheted meg. Köszönöm minden tagnak a támogatást. A következő epizód a jövő héten érkezik, melynek témája titokzatos lények. Mi lehet a valóság? Szép napot, sziasztok!